17 munkáltató 54 munkakörben keresett munkaerőt ma délelőtt a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal által megszervezett állásbörzén. Az eseményt minden évben kétszer, már 25. éve töretlen sikerrel látogatják az érdeklődők. A rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, hogy megyei szinten csökkent az álláskeresők száma, azonban a munkaerőigény terén dinamikus növekedés figyelhető meg. Emiatt is nagyon fontosak az ilyen jellegű állásbörzék, hiszen ilyenkor találkozhat egymással a munkaadó és a potenciális munkavállaló. Itt az első interjút el tudják végezni, benyomást keltenek, tehát egy személyes kapcsolattartásra nagyon jók ezek a rendezvények. A rendezvényen közel 400 munkavállalónak ajánlottak állás lehetőséget. Vannak felsőfokú végzettséget igénylő, középfokú végzettséget igénylő és végzettséget nem igénylő, betanított munkát kereső álláshelyek. Az érdeklődők a meghirdetett munkakörök nagyon széles spektrumán válogathattak. Az autóbusz vezetőtől a csomagolón keresztül a szoftverfejlesztőig rengeteg lehetőségük volt arra az álláskeresőknek, hogy elégedetten távozzanak a rendezvényről.